A digitális világ és a szakmák. Kedves nézőink, hát most már harmadik éve, hogy igyekszünk megmutatni önöknek, mi is a helyzet a KKV-knál, a digitalizáció hogy tör be az életünkbe, és most egy különleges beszélgetésre kerül sor, mert egy elég nagy esemény történt Budapesten, a Hanza Parlament. Budapesten tartotta az éves közgyűlését és egy nemzetközi konferenciát. Erről fogok beszélgetni Rettig Tamás főtanácsossal, az IPOSZ-t képviseli, és hát őtőle várjuk arra a választ, hogy mi is a jelentősége ennek, hogy ez itt Budapesten zajlott le? Jó estét kívánok! Ez egy tényleg nagyon jelentős konferencia volt a Hanza Parlament valamennyi tagja, ami hát jelent 14 országot, 60 különböző szervezetet. Ezeknek a képviselői voltak itt Budapesten. Közel 2,5 napon keresztül különböző témákat beszéltünk meg. Hogy mi is a jelentősége? Azt hiszem, hogy leginkább ez a 60 szervezet jelentette kapcsolati háló. Tehát, hogy itt tényleg olyan széleskörű ismerettel rendelkező embereket lehetett megismerkedni, velük tapasztalatot cserélni, tőlük tanulni, ami egy hihetetlen nagy jelentőség. Az IPOSZ, az Ipartestületek Országos Szövetsége jelent egy magyar hálózatot, közel 160 területi ipartestülettel és 24 szakmai szervezettel. Kis túlzással mondva, én vagy akár bármelyik ipartestületi tag, ha mondjuk lerobban az autóm Hajdúhatházon, akkor én körülbelül 15 percen belül az ipartestületi kapcsolatrendszeren keresztül én föl tudok hívni egy autószerelőt, aki ki tud jönni nekem segíteni a Hajdúhatházon. De hogyha mondjuk a feleségemmel elmegyünk Máté Szalkára, és szeretne fodrászhoz elmenni, akkor az ipartestületi hálózaton keresztül Máté Szalkán ő tudni fogja, hogy hova érdemes elmenni fodrászhoz, vagy ha pusztán Keszthelyen beszeretnénk ülni egy cukrászdába, akkor megkérdezzük a Keszthelyi Ipartestületnél lévő kedves kollégánkat, hogy mit ajánlotok, hova menjünk, ők meg fogják mondani. A Hanza Parlament ugyanezt jelenti Európában, észak-európai szinten. Tehát az lenne egy nagyon-nagyon fontos elérendő cél, hogy minél szélesebb körben tudjunk szolgáltatni, adott esetben érdeklődő magyar kisvállalkozások számára, tehát hogyha ők kapcsolatba akarnak lépni egy poznani társvállalkozással, vagy egy svéddel, vagy valamilyen kutatást szeretnének közösen egy finn egyetemmel lefolytatni, akkor ez a Hanza Parlament nyújtotta kapcsolati háló ezt tudja segíteni. Tehát akkor tulajdonképpen ez egy nagyon hasznos dolog egyszerűen mondva, és azzal, hogy itt volt a konferencia, a mi hálózatunk közelebb kerülhetett az összes többi országgal. Igen. Tehát rendkívül intenzív párbeszéd zajlott. Tehát egy érdekes volt látni, hogy egy magyar gázszerelő párbeszédet folytat a dán mesterséges intelligencia szakértővel, és kölcsönösen tanultak egymástól. Tehát ez, ami igazán sokat jelent. Voltak magyar cégek, akik be tudták mutatni a saját termékeiket, ami most per pillanat mondjuk 8 országban van jelen a világon. 2 évvel ezelőtt még csak 3 helyen voltak, tehát abszolút egy fejlődési ütemben vannak, fázisban vannak, és hát lehet, hogy pont ennek a konferenciának köszönhetően mondjuk 2 év múlva már 15 országban lesznek jelen, fogják tudni használni, ez jelesül, ez egy applikáció volt, egy lakberendezőket segítő applikáció, lehet, hogy 2 év múlva már 15 országban fogják használni ezt a magyar fejlesztésű applikációt. Kedves nézőink!
Természetesen stábunk jelen volt ezen a konferencián mind a 2,5 napon, és végig kísérhettük a konferencia előadóit, a külön megbeszéléseket, és akkor most tekintsék meg azt a beszélgetést, amit a Hanza Parlament alapítójával, mai tiszteletbeli elnökével készítettünk, Jürgen Hogeforster úrral. A kezdetekre vagyunk kíváncsiak, hiszen bizony már 32 év telt el, vajon milyen volt a kezdet? Wir hatten zwei Motive, das Hanseparlament zu gründen. Das eine Hauptmotiv. Két ok miatt alapítottuk meg a Hansa Parlamentet annak idején. A fő ok az volt, hogy tegyünk valamit a kis és középvállalkozások támogatásáért. Erről ugyanis a politika sok szempontból teljesen megfeledkezett. Mindig csak a nagy vállalkozásokról beszéltek, annak ellenére, hogy a vállalkozások 99%-át a kis és középvállalkozások adták, ugyanakkor az állami finanszírozásból csak 18%-ban részesedtek. A másik ok, hogy a berlini fal leomlása után a Balti-tengeri térségben nagy lehetőségeket láttunk az együttműködés kialakítására. Az európai támogatási források ugyanis kezdetben nagyrészt a déli országok, Spanyolország, Olaszország és Franciaország felé irányultak. 70%-a a támogatásoknak ebbe az irányba ment. Északon azonban szintén szükség volt az együttműködés erősítésére. A tevékenység 1992-ben kezdődött, különböző találkozásokkal, majd 1994-ben megalakult a Hanza Parlament, bármiféle gazdasági vagy szerződési forma, működési szabályzat nélkül. Szabadon lehetett csatlakozni a több száz évvel korábban létezett Hanza Szövetség mintájára. 10 év alatt az országok és szervezetek között bizalmi viszony alakult ki, jól megismertük egymást, végrehajtottuk az első támogatott projekteket, felkerestük egy. 2004-ben aztán a Hanza Parlament konkrét szervezeti formát öltött, mint alapítvány, mert az Európai Unió azt mondta, hogy valamilyen gazdasági forma nélkül nehézzé válik a támogatás, és nem tudnak segíteni. Így aztán 2004-ben megalakult a Hanza Parlament, mint közhasznú alapítvány. Mára több mint 50 KKV-szervezet, KKV-szövetség és kamara tartozik hozzá, amelyek mintegy 500 ezer vállalkozást képviselnek. Emellett 25 főiskola és egyetem is csatlakozott a szervezethez a keleti tengeri térség 13 országából. A gazdasági szervezetek és az egyetemek azon dolgoznak, hogyan lehet a kis és középvállalkozásokat hatékonyabban támogatni. Hogyan ítéli meg Magyarország részvételét a Hanza Parlamentben? A Hanza Parlamenthez tartoznak a Balti-tenger körüli országok, beleértve Oroszországot, Fehér Oroszországot és Ukrajnát is. Magyarország nem tartozik a keleti-tengeri térséghez, mégis nagyon fontos tagja a Hanza Parlamentnek. Ennek 3 oka is van. Magyarországnak Németország nagyon sokat köszönhet, mivel 1989-ben megnyitotta határait, és Magyarország támogatása nélkül talán sohasem valósult volna meg a német újraegyesítés. Ez az egyik fontos ok. A másik az, hogy bár Magyarország nem tartozik a Balti-tengeri térséghez, mégis itt találtunk egy olyan partnert, mint az IPOSZ, amelynek sok irányú kapcsolata van a kis- és középvállalkozásokhoz, és országos ipartestületi struktúráján keresztül hatékonyan el tudja érni ezeket a vállalkozásokat. Ezért hatékony és hasznos partner a Hanza Parlament megalapításának első pillanatától kezdve. A harmadik ok az, hogy Brüsszel kezdettől fogva szívesen vette volna, ha a Hanza Parlament délebbi országokkal is együttműködik. Erre azt mondtuk, hogy ez legyen Magyarország, hiszen ott már van egy megbízható partnerünk, miért ne lehetnének ők? Hát így alakult ez ki. Und da müssen wir schon sagen können, wir haben Ungarn von Anfang an dabei. Ungarn ist ein südliches Land.
Dr. Jürgen Foster úr vezetése alatt számos fontos kérdés került előtérbe, mint a digitalizáció, mint a szolgáltatások megújulása, új technológiák, vagy a zöld kérdések tömege. És eljött az az idő, amikor átadta a vezetést fiának. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy most hol tart a Hanza Parlament, és hogy látja, hogy Európában mennyire fog megváltozni a világ, mi lesz Európa jövője, milyen új kérdések vetődnek fel. Jelenleg Európában, sőt az egész világban a teljes átalakulás korát éljük meg. Rengeteg olyan tényező hat most együttesen, amelyek a világot teljesen át fogják alakítani. Beszélhetünk a klímaváltozásról, a növekvő szakemberhiányról, kevés a vállalkozás, energiaproblémák tornyosulnak, vízzel kapcsolatos gondok vannak jelen. Ugyanakkor azonban új technológiák segítenek bennünket. Az emberek aggódnak, félnek ezektől a változásoktól. A változás csupa új dolgot hoz magával. Tévedés azonban azt hinni, hogy ezek új problémák. Már együtt élünk velük 60-80 éve. Csak ez most felgyorsult, és egyszerre van jelen. Az emberek megrémülnek ettől a gyorsaságtól. De ez a helyzet csak 4-5 évig fog tartani. Tudatában kell lennünk annak, hogy ezek a problémák nem újak egyik sem közülük. Már 30 éve tudunk róluk. 30 évvel ezelőtt már tisztában voltunk vele például, hogy már a szakember hiány fog kialakulni. Az energia problémák jelei már 40 éve. A 80-as években ismertek voltak. A klímaváltozás már 50 éve. A római szerződés idején felmerült. Csak mi egyszerűen nem cselekedtünk időben. Csak éltünk, és nem tettünk semmit azért, hogy változtassunk a dolgokon. Most azután hirtelen egyszerre sok lett a tennivalónk, és ezt sokként éljük meg. De én biztos vagyok, hogy egy jobb jövő felé megyünk, és ez a jövő az együttműködés, a bizalom növekedésének ideje lesz. Az emberek és az országok ismét szorosan együtt fognak működni, és egymás között bizalmat fognak felépíteni. Ez lesz a jövő. Ami pedig a témákat illeti, kiemelten fog az egészség kérdése előtérbe kerülni. Ezzel sokat fogunk foglalkozni. Bizakodó vagyok abban is, hogy ebből a kis és középvállalkozások sokat fognak profitálni. Most rendkívül nagy problémáik vannak az átállás idején, de győztesen fognak ebből a harcból kikerülni. Ebben az átállásban a Hanza Parlament tovább fogja őket segíteni. Európát, az Európai Uniót illetően nagy vágyam, hogy Európa önálló magatartást alakítson ki, és önálló álláspontot képviseljen. Márpedig a Nyugat, Amerika és a Kelet, Kína és India között. A kettő között szükség van egy önálló európai álláspont kialakítására. Mi szívesen együttműködünk Amerikával, de meg kell őriznünk a nyitottságunkat Kína és India felé is. Egy ilyen önálló Európa megőrzését, ezt kívánom magunknak. Azt is tudjuk Jürgen Hooge Foster úrról, hogy szereti Magyarországot, természetesen többször járt itt, és azt hallottuk, hogy nem csak Budapestre, hanem máshova is készülődik ezen a nyáron, például Hévízre. Kérdezzük meg. Auch unabhängig von meiner heutigen Tätigkeit im Hanseparlament habe ich seit jeher, seit meiner Jugendzeit, függetlenül a mostani tevékenységemtől a Hanza Parlamentben, egész fiatal koromban már vonzódtam a kelet-európai országokhoz, és különösen Magyarországhoz. Már 18-19 éves koromban gyakran jártam Magyarországon. Budapest nagyon közel áll a szívemhez, elbűvölő város.
és szeretem Héviszt. Hévisz számomra egy álomhely, termálvízével, a világ egyik legnagyobb termáltavával együtt. Olyan gyógyító ereje van, olyan segítőkészek és barátságosak az emberek, hogy én minden évben általában visszatérek, hogy ott fürödhessek, és az egészségemet megőrizzem. Wiederkommen nach Hévis, um dort baden zu können und Gesundheit zu erhalten. Pedig szeretnénk hallani arról az együttműködésről, amit ugye az alapító elnök úr is mondott, hogy tulajdonképpen tekintsünk egy kicsit vissza az IPOSZ-szal való közös projektekre. Igen, nagy öröm volt tényleg most is, meg mindig hallgatni Jóge Fuster úr, hát valóban elismerő szavait, amit az IPOSZ-szal kapcsolatban mond. És hát büszkén mondhatjuk, hogy ezt ki is érdemeltük. Tehát itt az elmúlt közel másfél évtized során nagyon sok nagyon érdekes előremutató projektet valósítottunk meg közösen a Hanza Parlamenttel és a többi tagszervezettel közösen. Ahogy Hoge Foster is mondta, hogy a mai problémák azok nem most születtek, hanem azért mindennek van egy sokkal régebbi múltja is. Nagyon érdekes volt például, hogy az első közös projektünk, amit a Hanza Parlamenttel közösen valósítottunk meg, az a vállalatok társadalmi felelősségvállalása témát ölelte. CSR, ezt Corporate Social Responsibility, ezt úgy hívták. Először csodálkoztunk, amikor ezt meghallottuk, és ahogy mentünk bele a témába, kiderült, hogy valójában ez egy olyan dolog, amit a magyar kisvállalkozások az elmúlt 100-150 évben mindig is gyakoroltak, hiszen az alapvető létérdekük volt, hogy a saját környezetüket, ahol tudják, segítsék, amellett, hogy a saját szolgáltatásukat nyújtják feléjük, számtalan egyéb módon részei voltak a saját mikrokörnyezetüknek. Na hát ez a Corporate Social Responsibility, azzal kiegészítve, hogy ezt Nyugat-Európában már tudják, hogy kommunikálni is kell, és hogyan. Ezt tanultuk meg közösen az első projektben, és aztán ezt rengeteg más, sok-sok nagyon érdekes projekt követte, mi folyamatosan tanultunk, és folyamatosan épült a kapcsolati hálunk ezeknek a projekteknek köszönhetően, tehát volt egy, ami például a vállalkozások átörökítésével foglalkozott. Ugye ez is egy olyan terület, ami amikor elkezdődött ez a projekt, nagyon-nagyon élővé szükségessé vált, hiszen Magyarországon ugye a 90-es években kezdődött el a vállalkozás, a vállalkozások újraéledése, és hát a 20-as évekre igazából egy generációváltás szükségessé vált, hiszen akik akkor 90-ben elkezdték a vállalkozást, azoknak mindenképpen előbb vagy utóbb át kell, hogy adják a saját vállalkozásukat. Szerencsés esetben ugye családon belül, de hát nagyon jellemző ugye az a fajta mentalitás, hogy mindenki szeretné, hogy a saját gyereke sokkal előrébb, sokkal följebb kerüljön, nem feltétlenül ugye, hogy a saját úgymond vállalkozói létét vigye tovább, és sokan egyetemre küldik a gyerekeket. És emiatt azok nem biztos, hogy tovább viszik, na ekkor aztán végképp egy nagyon összetett kérdés, hogy hogyan adják át a vállalkozást. De persze egyre többször látjuk ma azt, hogy a gyerekek elvégezték az egyetemet, de utána rájönnek, hogy már pedig sokkal jobb, hogyha a családi vállalkozás. Egy több tudással visszamegy a családi vállalkozásba. Igen. És ugye nem csak a mesterember kiöregszik, hanem közben a világ is változik. Már Igen. mást is kéne tudnia Igen. az újabb generációnak. Igen. Mást is, és hát máshogy kell mindezt eladni, megmutatni. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon hasznos közös projekt volt, amit szintén a Hanza Parlamentnek köszönhetünk, és mondom, az is, hogy azok a szakértők, akik akkor segítettek
nekünk, azok itt vannak velünk. Tehát, hogyha ma egy IPOSZ-hoz, az ipartestületekhez tartozó vállalkozás ilyen helyzetbe kerül, akkor nyugodtan megkeresheti az IPOSZ központot, mert tudunk ajánlani neki olyan szakértőket, olyan tímeket, akik ebben segítenek nekik, mert ez is egy nagyon-nagyon komoly üzleti folyamat. Ha már erről beszéltünk, hogy átadni a tudást, vagy éppen a vállalkozást, hát ez a Hanza Parlamentnél is megtörtént, hiszen Jürgen Hogeforster úr átadta a tudását és az elnöki posztot a fiának. Ővele is készítettünk interjút, és ahogy mondtam, hogy a világ is változik, bizony arra is kíváncsiak voltunk, hogy ők hogy látják majd Európa jövőjét is. Tekintsék meg most ezt a beszélgetést. Most pedig Max Hogeforster úrral kávézunk együtt. Kedves Hogeforster úr, a Hanza Parlament eddig is folytatott, és reméljük, hogy a jövőben is fog folytatni olyan tevékenységet, amely a KKV szektorok megsegítését jelenti, képzésfejlesztéseket, projekteket indít, különböző tanulmányokat végez. És azt is tudjuk, hogy az utóbbi időben bővült az a térség, akik ide tartoznak, lásd Olaszországot például. Kíváncsiak vagyunk, hogy a jövőben bővül-e az a gazdasági térség, amiben a tevékenységét folytatni fogja. Das ist richtig, das Hanse Parlament ist traditionell sehr stark im Ostsee. Valóban. A Hanza Parlament tradicionálisan a balti-tengeri országokkal működik együtt. 14 országból vannak benne tagok, de kezdetektől fogva nagyon szoros együttműködést alakítottunk ki Magyarországgal, és nagyon büszkék vagyunk erre az együttműködésre. Tény, hogy az elmúlt években szélesítettük az együttműködési palettát. Partnereket nyertünk meg Olaszországból, Ausztriából, Portugáliából. Ezeket az országokat is az jellemzi, hogy sok kis és középvállalkozás tevékenykedik bennük. Egyébként egész Európában a kisvállalkozások azok, akik a gazdaság igazi alapját képezik és terheit hordozzák. 99%-a a vállalkozásoknak KKV, és ők adják a legtöbb munkahelyet, sőt, ők biztosítják a legtöbb képzőhelyet is. A keleti térségben, így Magyarországon is, kreatívak és fontos szerepet töltenek be. A mostani nagyon nehéz helyzetben, hiszen háborúk, infláció, pandémia, önök továbbra is dolgoztak, és ez a mi szemünkben egy nagy siker és nagy elismerés, hiszen még csak meg sem tört az a lendület, amivel eddig dolgoztak. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy látja ön, hogy ebben a helyzetben mi lesz a KKV-k szerepe, mennyiben változik meg majd egyáltalán a szolgáltatások szerepe. Egyáltalán ön jobban rálát arra, hogy mi lesz Európa jövője. Ja, in der Tat sind es nicht immer einfache Zeiten im Moment. Wir haben eine steigende Inflation. Valóban nem könnyű időket élünk. Növekszik az infláció, átéltünk egy súlyos járványidőszakot, és jelenleg is egy támadó háború zajlik. A Hanza Parlament fő feladatának tekinti ebben az időszakban a bizalom megtartását és továbbépítését. 30 éve kipróbált partnerek működnek együtt. Használják az új technológiákat. Főleg a járvány idején rengeteg online összejövetelt tartottunk. Ez mára is megmaradt. De az igazi bizalom erősítő találkozások, azok a személyes találkozások és kapcsolatok, úgy, ahogy ez most Budapesten is történt. A Hanza Parlament a politikai krízisek ellen nem sokat tud tenni, igyekszik a tevékenységi körén kívül tartani. A lényeg a vállalkozásaink és a térségek közötti együttműködés megőrzése és bővítése, az új technológiai ismeretek átadása. A partnereink, lengyelek és magyarok például meghatározott országokhoz tartoznak, mi a projektjeinkben az országok sajátosságait maximálisan tiszteletben tartjuk.
A globális politika kérdéseinek a megoldása nem a mi feladatunk. Válságok jönnek és mennek, de ha az országok erős középosztállyal és az azok által működtetett gazdasággal rendelkeznek, akkor ezeket a válságokat az európai országok jól tudják majd mederben tartani. Tehát az a feladat, hogy a KKV-szektor vállalkozásainak a versenyképességét kell megőrizni, ehhez kell minden segítségünket megadni. Krisen wie die Inflation kommen und gehen, aber ich glaube, wenn wir einen starken Mittelstand haben, dann werden wir diese Krisen gut meistern. Magyarország már helyzeténél fogva is különállóbb a Hanza Parlament többi országánál, mégis már hallottuk, hogy van jelentősége. Mi is arra lennénk most kíváncsiak, hogy vajon mi ez a különbség, mi a jelentőség, meg hogy miért szeretik Magyarországot? Nagyon sok vállalkozói szervezet a tagunk a balti térségi országokból. Dánia, Finnország, Svédország, Norvégia, Lettország, Észtország, Litvánia, például mind ide sorolható. De a magyar szervezet az, amely a kezdetektől, a megalakulásunktól fogva velünk volt. Magyarország nélkül talán a vállalkozási szervezeteink sem tudnának a mai formában együttműködni. Hiszen a bátor magyarok voltak azok, akik 1989. június 27-én megnyitották az utat Ausztria és Magyarország között, ezzel hozzájárultak a berlini fal leomlásához. Kedves Tamás, elérkeztünk ide a jelenbe, hogy hogyan tovább, mi lesz az együttműködés? Igen, hát ez a konferencia végül is egy projektnek a záró konferenciája volt, ahol nagyon büszkén mutattuk be mi is azokat a magyar vállalkozásokat, akiket ebben a projektben mentoráltunk, coachingoltunk, felkészítettünk, fejlesztettünk, és hát hallgattuk meg a többi partner beszámolóit. Mondtam már, hogy ez egy 2,5 napos eseménysorozat volt, tehát igazából két projekt eseményei zajlottak párhuzamosan. Az építőipar digitalizációja témakörben szintén itt Budapesten zajlott egy eszmecsere, egy képzés, ahol véglegesítettük azt az összeállítást, amit az Informatikai Vállalkozások Szövetségével közösen sikerült elkészíteni. Mik azok a legjobb technológiák, amik az építőipart segíteni tudják, mik azok a legjobb digitális technikák, amik tudják az építőipart segíteni. Itt 8 ország partnereit kértük meg, hogy mindenki küldjön példákat, és minden ország legjobb gyakorlataiból választottunk ki 16 gyakorlatot, egyrészt technológiát, másrészt módszertant is. Tehát, hogy hogyan lehet, ez is beletartozik, hogyan lehet mondjuk egy új bevásárló központ kitalálásába bevonni a lakosokat, akik aztán majd ott fognak vásárolni. Tehát, hogy már a tervezéskor figyeljünk arra, hogy amikor használni fogják azt a bevásárlóközpontot, akkor valóban minden igényt kielégítsen, és hát ez is beletartozik az építőipar digitalizációjába, hogy milyen digitális megoldások vannak, amivel meg lehet kérdezni a lakosságot, hogy milyen bevásárlóközpontot szeretnétek ti majd itt. Egy kis pihenésképpen csak egy szösszenet a 2,5 napból, egy nagy meglepetés készült a Hanza Parlament részére, ami egy hajó volt, de nem akármiből. Erről szeretnék egy kis érdekességet hallani. Azt hiszem, hogy ha már itt volt szerencsénk megrendezni Magyarországon, hát azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy egy olyan meglepetést tudtunk szolgálni, amit még soha sehol nem volt szerencsék a Hanza Parlament tagjainak részesülni.
Tóth János fóti cukrászmester volt olyan kedves, és elkészítette nekünk a Hanza Parlament szimbóluma egy hajó, és készített egy tortát. Ami hűmása volt a Hanza Parlament hajójának, hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, rácsodálkoztak valamennyi vendég. Nagyon boldog volt mind a két elnök. Igen, igen, igen. Az íze is fantasztikus volt, narancsos trüffel ízű volt. Úgyhogy... Nagyon finom volt, mi is megkóstoltuk, de az a részletesség, úgyhogy dicsérjük a cukrászt, az ablakok, a kis gerendák, a vitorlák, fantasztikus. Nekem elmondta Tóth János mestercukrász, hogy külön heraldikai tanulmányokat folytattak, hogy igen, a címer is olyan legyen, tehát fantasztikus. Minden elismerésem innen is ezért a remekért. És akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örültünk volna, ha az IPOSZ elnöke is itt ülhet velünk, de sajnos neki tényleg fontos elfoglaltsága volt. Egy a szerencsénk, hogy ővele is készítettünk interjút a helyszínen, úgyhogy most ezt nézzék meg. A Hanza Parlament Magyarországon, Budapesten tartotta éves közgyűlését és nemzetközi konferenciáját. Ez elég nagy esemény. Most az IPOSZ elnök urát, Németh Lászlót kérdezzük, hogy maga az IPOSZ tulajdonképpen majd 30 éve tagja már a Hanza Parlamentnek. Egyetlen közép-kelet-európai résztvevője ennek a társulásnak, és arra lennénk kíváncsiak, hogy hogyan értékeli az eddigi együttműködést. Valóban egyedüli munkadói érdekképviseletként vagyunk bent a Hanza Parlamentben. Ez a 30 éves múltra is visszavetíthető, hiszen Magyarországon az IPOSZ elődje, illetve maga az IPOSZ is annak idején a rendszerváltáskor a német szövetségekkel különösen erős partneri viszonyt épített ki, és bizony ennek a továbbépítéseként jött létre az a tagság, hogy egyedüli ilyen szervezetként be tudtunk kapcsolódni a Hanza Parlament munkájába. Az én elnökségem idején az elmúlt 10 évben én úgy gondolom, hogy ezt egy kicsit sikerült is talán fokozni. Ez annak is köszönhető talán, hogy a Hanza Parlament is egy kicsit nyitottabbá vált. Más olyan projekteket is sikerült elnyerni, ami nem csak közvetlen a Hanza államokra vonatkozott, hanem ki lehetett terjeszteni ezt ugye egész Közép-Európáig, és ebben már maga az IPOSZ is számos alkalommal részt tudott venni. Mi próbálunk minden egyes olyan pályázatba úgy részt venni, hogy a vállalkozóink a legnagyobb mértékben tudják hasznosítani ezeknek a pályázatoknak az eredményét, és ebből adódóan viszont olyan jó partneri kapcsolatot és olyan megbízható partnernek minősíti a Hanza Parlament az IPOSZ-t, hogy minden egyes projektjébe, amelyet el tud indítani, és amelynél nincs más korlát, ott az IPOSZ-t is beveszi tagszervezetként, vagy hát partnerként egy ilyen pályázatban. Ahogy mondtam, Magyarországon tartja a Hanza Parlament ezt a konferenciát. Mi ennek a jelentősége, hogy pont minket választottak? Nagyon nagy jelentőségűnek tartjuk, hogy Magyarországra hozta a Hanza Parlament a mostani közgyűlését is, illetve ezeket a projekt megbeszéléseket is, konferenciákat, hiszen gyakorlatilag azért 13 ország képviselői jelentek meg itt most Budapesten, és hát ezen belül pedig nagyon sok, közel 60 szervezetnek a képviselői, hiszen azért Lengyelországból is több kamarai képviselteti magát a Hanza Parlamentbe, illetve részt vettek azok a tudományos munkatársak, illetve intézetek is, akik ezekbe a pályázatokba akár a tananyagokat vagy a kutatásokat végezték, és amelyek a jó gyakorlatoknak az oktatási anyagát felépítették, hogy ez tovább terjeszthető legyen a vállalkozások felé. Az, hogy a közgyűlés is itt zajlott le ezzel együtt, az meg azért egy nagyon jelentős számunkra, mert ahogy az előbb említettem, az utolsó 10 év munkája az annyira kimagasló volt és az együttműködés, hogy azzal kell dicsekednünk, hogy immár ebben a 10 évben másodszor jött el hozzánk a Hanza Parlament,
Tehát, ha most úgy belegondolunk, hogy hány ország a tagja, akkor ez egy különös megtiszteltetés, hogy Magyarországra többször is sor kerül egy ilyen rendezvénynek a megrendezésére, és nagyon büszkék vagyunk, hogy bemutathattuk az épülő kis fővárosunkat, annak szépségeit, nevezetességeit. Számos előadást, számos témát hallgattunk végig a konferencián, és most már arra vagyunk kíváncsiak elnök úrtól, hogy vajon mivel, mennyivel gazdagodtunk így a konferencia végére, és ez vajon mennyire befolyásolja a jövőnket. Valóban számos témában hallgattunk végig előadást, hiszen számos projektről tartottunk összefoglaló előadásokat és záró konferenciát, így az építőipar digitalizációjától a marketingig sok mindenről szó volt itt ebbe a pár napba, és ugye a jó gyakorlatokat is próbáltuk bemutatni egymásnak, illetve ezekről az összefoglaló anyagokat, hogy hol lehet elérni a Hanza Parlament honlapján, hol tölthetők le ezek, hogyan tudjuk terjeszteni ezeket egymás között is, kik azok a személyek, akikkel még erről tudunk a jövőben beszélgetni, hogyha sikerül itt a saját vállalkozóink körében is terjeszteni. Úgyhogy azért nagyon széles körű tájékoztatások zajlottak itt a projektekkel kapcsolatban, illetve magát a KKV-kat érintő problémák is felmerültek, hiszen azért az látható, hogy Európa gazdaságának a mozgatórugója ezek a mikro- és kisvállalkozások, hiszen ők azok, akik itt a lakosság ellátásában részt vesznek, vagy a foglalkoztatás legnagyobb részét ők vállalják magukra, de hát azért jelentősen hozzájárulnak a GDP-hez is. Az is látható, hogy maga ez a kézműipari szektor az, és itt elhangzott azért az előadások során, hogy azért ők azok, akik legkevésbé érintettek azért a digitalizáció területén, vagy magában a robotizációban, nem beszélve a mesterséges intelligencia bevezetéséről, hiszen itt azért kézműves szakmákról, hagyományos kézzel végzett munkákról, vagy előállított termékekről beszélünk sokszor. Itt azért még egy kicsit messzebb van az idő, amikor teljes egészében esetleg át tudnak venni bizonyos szakmákat ezek a mesterséges intelligenciák, ha egyáltalán át tudják venni, hiszen azért az épített örökségeinknél, vagy magánál egy fodrásznál, azért amikor egy hölgynek a saját frizuráját úgy kell alakítani, ezt nem biztos, hogy egy mesterséges intelligencia oly módon tudja létrehozni, hogy közben meg is tudja beszélni a hölggyel azt, hogy hogyan legyen, arról már nem is beszélve, hogy az éppen aktuális problémákat is átbeszélik. És szeretném, ha önök is betekinthetnének abba a különleges eseménybe, amit estére terveztek, nem véletlenül. Ez egy szintén kedvesség volt az IPOSZ részéről, egy hajó kirándulás a Dunán. Még a lemenő napfénye, már az esti csodák. Ez azt hiszem, hogy szintén elbűvölte vendégeinket. Igen. Tényleg mindenki hát úgy el volt varázsolva, mert hát lássuk be, csodálatos fővárosunk van, és hát a Dunán ringatózva végképp gyönyörű. Mindenki egységesen azt mondta, hogy jó, most eljöttem ide, mert konferencia vendégként, de most egyedül jöttem, legközelebb a családomat is hozni fogom. Ilyen hatással igen, volt rájuk? Igen. Úgyhogy azt hiszem, hogy sikerült Budapestnek is jó hírét keltenünk, és a részvevők megviszik a nagyvárosba. Ez így van. Nagyon finom vacsorával várták a vendégeket, és hát utána mindenki ment föl a fedélzetre, megcsodálták, úgyhogy mi gratulálunk az IPOSZ-nak az egész 2,5 nap megszervezéséért. Köszönjük és kedves szépen. Tamás, ha megengeded, akkor búcsúzunk ezekkel a képekkel, hogy milyen is volt ott a hajón.